A diákok örülnek a felújított kézilabdapályának, és nagyon várják, hogy kipróbálhassák. Nagyon tetszik, jó, hogy újítanak itt az iskolában. Igaz, hogy már végzős vagyok, de nagyon tetszik, és így sokkal jobb szerintem, meg szebb is. Te ki fogod-e használni, esetleg sportolsz-e? Igen, focizni szoktunk igazából rajta, de nagyon jó lesz kézilabdázni is. Örülök neki, hogy fel lett újítva, még van 1-2 évem, hogy bírek itt játszani. Ha bár igaz, focizni szoktunk rajta, nem kézilabdázni, de örülünk neki. A kézilabdapálya felújítása egyebek mellett azért is játszik fontos szerepet a gyerekek életében, mert ezen kívül nincs más sportolási lehetőségük a faluban. A faluban nagyon nincs sport lehetőség a gyerekek részére. Ezelőtt hát már 10 évvel a kosárlabdapályát adtuk át. Most sikerült felújítani a kézilabdapályát, amely nagyon rossz állapotban lévő betonkockákból álló borítással bírt. Ez sokkal, hogy úgy mondjam, humánosabb, remélhetőleg kevesebb sérüléssel jár, ha valamelyik gyerek elesik. És hát a délutánonként sok gyerek szokott összejönni itten, és hát kihasználják a lehetőséget, hogy sportoljanak. Örülök, hogy ma átadhattunk egy olyan pályát, amelyet a tartományi sport és ifjúsági titkárság 1.800.000 dinárral támogatott. 2 évvel ezelőtt született meg az újjáépítés ötlete. A pálya ugyanis nagyon rossz állapotban volt. Még a tornaórákat sem lehetett rajta biztonságosan megtartani. Cic Milántonie, az iskola igazgatója kiemelte, a diákoknak szükségük van arra, hogy elszakadjanak a számítógépektől, kijöjjenek a tantermekből és tartalmasan töltsék az idejüket a friss levegőn.